Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják március 24-én hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Mai összefoglalónkban beszámolunk annak az informatikai pályázatnak a baranyai eredményeiről, amelyet gyermekotthonok számára írt ki a szakminisztérium. Megmutatjuk önöknek azt is, hogy hova kerültek azok a fenyőfák, amelyeket egy visszaváltható karácsonyfa akció keretében a BAT Pécsi gyárának dolgozói között osztottak ki még a tavalyi év végén. Emellett ellátogatunk egy aszfaltrajzversenyre is, szólunk a TBC visszaszorítását célzó intézkedésekről is, a TBC világnapja alkalmából. Kérdéseikkel, észrevételeikkel hívják a képernyőn látható telefonszámokat, vagy küldjenek nekünk SMS-t. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Rendszeres nézőink már jól tudják, hogy az önkormányzati választások után elkezdtünk egy sorozatot, melynek keretében az új összetételű közgyűlés minden egyes tagját szeretnénk önöknek bemutatni. Természetesen vannak a testületben olyanok is, akik már az előző ciklusban is, vagy több ciklus óta ülnek a közgyűlés padsoraiban. Ilyen mai vendégem is, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Gáspár Gabriellát, a Fidesz frakció képviselőt. Köszöntöm a nézőket. Önképviselőként már nem ismeretlen a pécsiek előtt, nem ez az első ciklus, amit a közgyűlésben eltölt. Milyen várakozásokkal, milyen elképzelésekkel indult neki ennek a négy évnek? Az előző négy évben, mint az valamelyest köztudott, nem biztos, hogy teljes mértékben, a 8-as kerület képviselője voltam, és hát kerületi képviselőként az ember egy kicsit máshogy viszonyul a dolgokhoz, mert számára talán elsődlegesen a városon belül, persze a város is fontos, de ezen belül a kerület érdekei azok, amik mindenek felett valók. Ezt magam is átéltem, és most, hogy így listáról kerültem be, kicsit más szemléletben állok hozzá ehhez a ciklushoz, mégpedig azért kicsit úgy érzem, mintha most az egész város felelőssége jobban nyomná a vállamat, hiszen az ember nem szükítheti le most már egy kerületre, és nem elégedhet meg azzal, hogy egy kerület érdekeit jó-rosszul, lehetőleg hatékonyan képviseli, és elér dolgokat, hanem most már az egész városra kell fokozottabban koncentrálni. Gondolom mindez, amit ön is említett, hogy nem a választókerület polgárai juttatták be, hanem listán került be, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy megszakította a kapcsolatot a szavazóival. Nem. Egyáltalán nem jelenti ezt, hiszen az előző ciklus hozadéka volt az is, hogy meglehetős bizalommal fordulnak hozzám az emberek ma is. Ma is intéztem egy ügyet, ami a 8-as kerületben lakó választópolgárnak az ügye volt. Természetesen én ezt máig fontosnak tartom, de azt gondolom, hogy ha nem a 8-as kerületből fordulnak hozzám, hanem a Kertvárosból vagy az Uránvárosból, az ugyanannyira fontos kell, hogy legyen számomra, és ugyanúgy kell eljárnom, tehát tulajdonképpen több a dolgom, de valóban nem felejtettek el szerencsére a választópolgárok, és ennek őszintén örülök, és hálás vagyok ezért a bizalomért. Az országgyűlésben komoly statisztikák készülnek arról, hogy melyik képviselő hányszor szólalt fel, hány módosító indítványt nyújtott be. Hogyha ilyen Pécset a pécsi közgyűlésben is készülne, akkor ennek előkerül hely jutna, egy aktív képviselő. Hát ebbe is soha nem gondoltam bele, őszintén szólva, hogy aktív vagyok vagy sem. Hát valóban minden közgyűlésen hallatom a hangomat, hogy úgy mondjam. Bár inkább bizonyos témák mentén, tehát azért nem mindenbe szólok bele ugyanolyan elánnal. Elsősorban ugye a kultúra az a témakör, amiben a bizottsági munkát is nagy szívvel végzem, ami leginkább érdekel engem, de kétségtelen, hogy más egyéb témákhoz is. A tagja az egészségpolitikai és szociális bizottságnak igen, is. Igen. Vannak-e veszőparipái olyan témák, amik különösen szívügyének számítanak, vagy amik rendszeresen felbosszantják? Hát szívügyemnek számítanak. Nem tudom, hogy ez szívügye. Vannak olyan problémák, amik, hogy mondjam, ciklusokon keresztül húzódó problémák. Ilyen mondjuk az állatkert, hogy csak azt a városi állatorvosi lovat mondjam, ami rendszeresen és feltétlenül még a következő ciklusban is problémás lesz, aminek az oka egyedül és kizárólag az, hogy a város ugyan eldöntötte, hogy szafari parkot óhajt csinálni, csak ebbe egy petákot nem ruházott még be, sőt félre sem tett. Tehát ez, hogy úgy mondjam, igencsak provizórikus ez az elképzelés. Ehhez képest az állatkert érdekében nem történnek meg azok a minimális környezetvédelmi beruházások és felújítási juttatások, amik óhatatlanul szükségesek volnának és minimálisak. Azért hoztam ezt a példát, mert ezzel feltétlenül még képviselőtársaim, lehet, hogy még én is, még a következő ciklusban is kilódni fogunk.
Pécset legalább olyan sokan ismerik Önt egyetemi docensként, mint képviselőként. Az különösen érdekes, hogy a szakterülete a hazai polgárosodás, középosztályosodás folyamata, ami nem kevés párhuzamot mutat a jelenkori állapotokkal, ha tetszik, most is egy újkori polgárosodás zajlik, bár középosztályról nem tudom, hogy beszélhetünk-e még. Ó, hát erről most nagyon sokat tudnék beszélni, de visszafogom magamat. Valóban a PhD dolgozatomat is a 19. század elejé, tehát igazából még a reformkort megelőző szakaszról írtam, annak a kulturális értelembe vett polgárosodásáról, hiszen tudod, hogy a modern polgárnak három aspektusát különböztethetjük meg. Az egyik ez a bizonyos Besitzbürgertum vagy bourgeois, ez a gazdaság értelme, a citoyen típusú polgár az a politikai polgár, és ez a Bildungsbürgertum igazából ez a képzettségi polgár. Na most Magyarországon a polgárosodás, hogy tényleg csak nagyon röviden mondjam, gazdasági szakasza indult meg legkésőbb, a 19. század végén. A reformkort megelőző időszakban viszont ez a képzettségi polgároké, akik gyakorlatilag a köznemesek és a honorációrok voltak, az övék volt ez a vezető szerep, és ugye 40-es években lépett fel ez a jelent meg a politikai nyilvánosság, ugye, Kossuthékkal, gyakorlatilag. Az ilyenfajta nyilván rendkívül mély ismeretei, meg általában a szociológusi, szociálpolitikai vénája az hozzásegíti ahhoz, hogy kicsit jobban eligazodjon a város ügyeiben, amik sokszor zegzugosak. Hát nem tudom, hogy melyik segít hozzá miben, mert azt tudom, hogy a politikusi szerep is segít sok mindenbe, a másik oldalon is, tehát még a tudományos kutatásban is. Tehát itt is tanul nagyon sok mindent az ember, de nyilván, hogy az a hozott tudáskészlet, vagy valamilyen szakmai felkészültség, valamilyen alap, az nyilván segít itt is. És türelmesebb vagyok, mivel hogy hát fiatalokkal dolgozom, hallgatókkal, akikhez néha kell türelem, és azt gondolom, hogy ezt a közgyűlésben is érezni rajtam, hogy viszonylag türelmes képviselők közé tartozom. Hamarosan újabb fejezetéhez érkezik az Európai Uniós csatlakozási folyamat, itt az április 12-i szavazásról beszélek. Van-e ezzel kapcsolatosan Önnek, vagy akár a frakciónak üzenete, felhívása a polgárokhoz? Hát személyesen nem merészkednék odáig, hogy bárkit arra szólítsak fel, hogy így vagy úgy szavazzon. Nyilván ezt mindenkinek magának kell végig gondolnia. Én azt gondolom, hogy mi Európához tartoztunk, nem most, már az államalapításkor Európához tartoztunk, aztán volt egy kis idő, amikor ebből kizökkentünk, úgymond. Ugye, amikor ugye ez a kelet-európai régió egy defenzív régióvá vált, gyakorlatilag a 16. századtól, hát a 18. század elejéig, akkor kicsit ebből kiszorulni látszottunk. Azonban én azt gondolom, hogy mi európai nép vagyunk, és itt a helyünk, és teljes természetességgel azt gondolom, hogy e körül különösebb habot verni nem is szükséges. Az, hogy az Unió, ez ugye azért itt egy csomó gazdasági problémát felvet, és hát ezt mindenkinek úgy érzem, hogy lelkiismerete szerint kell eldöntenie, ugyanakkor más utunk meg nem nagyon van, mert azért a Balkánhoz mégse csatlakozhatunk. Tehát érdemes ezen gondolkodni, de sok választási lehetőségünk nincs, azt hiszem. Dr. Gáspár Gabriela, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, a következő 4 éves munkájához is, meg az összes hátralévő munkájához. Jó egészséget kívánok! Köszönöm Kezdjük szépen a lehetőséget! A BLT Pécsi gyára 2002 terén dolgozói számára visszaváltható karácsonyfa akciót szervezett. Az ünnepek elmúltával visszahozott fenyőfákat a vállalat Pécs önkormányzatának ajánlotta fel. A 25 darab fát ünnepélyes keretek között ma adták át a városnak az ipari parkban. Északi hangulatot teremtenek majd a Finn utcában azok a fenyőfák, amelyeket a British American Tobacco Hungary ajánlott fel a városnak. Mi úgy gondoltuk tavaly karácsonykor, hogy dolgozóinkat egy akcióra hívjuk föl, amennyiben visszaváltható karácsonyfákat kívántunk ajándékozni nekik, és felajánlottuk azt is, hogy ezeket visszahozhatják. Ezt látjuk most, mintegy 40, tehát kvázi 10%-át hozták vissza, ami nem baj, mert a többit viszont a saját kiskertjeikbe ültették ki, és a célunk az volt, hogy mindenképp ezek a fenyőfák tovább éljenek. Mindenképpen egy gesztusértékű felajánlás, ami azt mutatja, hogy a BAT elkötelezett a környezetvédelmi, természetvédelmi ügy mellett, ahogyan a város is, egyébként a városvezetés is, és hát reméljük azt, hogy ez egy jó
minta, egy jó példa arra, hogy lehet, ha egy kicsit is, de szebbé tenni ezt a várost, város környéket, a város belül, városon belüli parkokat. A visszahozott egykori karácsonyfákat az ipari park központi épülete mellett ültették el. Ezen a területen egy zöldövezeti pihenősarkot alakít majd ki az ipari park vezetősége. A felajánlás tehát jó helyre került, ám a felek bíznak abban, hogy az együttműködés folytatódhat a közeljövőben. Az Európa tér ugye a népszavazás kapcsán most kerül, hát úgy mondjam, felújításra, csinosításra, és ezügyben is tárgyaltunk a BAT vezetőivel, és úgy néz ki, hogy az Európa térnek a fásításában, parkosításában is talán együtt tudunk működni. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium tavaly októberben pályázatot hirdetett gyermekotthonok informatikai hátterének fejlesztésére. A pályázók az egyedi kialakítású számítógépek mellett havi 40 óra internetes szolgáltatást is nyerhettek. A pályázat Baranya megyei eredményeit ma hirdették ki. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium E-generáció Informatika a gyerekekért címmel hirdetett pályázatot gyermekotthonok informatikai hátterének fejlesztésére. A Baranya megyei önkormányzat épületében tartott sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy május 31-éig 57 számítógépet fognak eljuttatni a megyében található intézményekbe. Az Informatikai Minisztérium célja az, hogy az EU-ba történő belépésünkig az úgynevezett állami intézmények, ebbe az önkormányzati intézményeket is bele kell érteni, a lehető legmagasabb szintű informatikai ellátást meg tudják szerezni. Ennek kapcsán minimális önrészt kellett biztosítaniuk a pályázóknak, illetőleg a pályázatot fenntartó önkormányzatoknak ahhoz, hogy számítógépekhez, illetőleg, hát mint már említettem, internet eléréshez jussanak hozzá. Országosan több százat, Baranya megyében, Tolna megyében és Somogy megyében, tehát a dél-dunántúli régióban mintegy 35 ilyen intézmény sikerült informatikai pályázat útján fejlesztésre látni. A lakásotthonokba eljuttatott számítógépek esélyegyenlőséget biztosítanak a jövendő nemzedék számára az információs társadalomban elengedhetetlen készségek elsajátításához és a tudásalapú társadalomban való versenyképességhez. A víz életünk nélkülözhetetlen eleme. Fontos, hogy a jövő számára is természetes és egészséges formában őrizzük meg. A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Pécsi Vízműerté jóvoltából 20-ától 26-ig zajlanak a Víz Világnapja alkalmából szervezett rendezvények. Ma Pécsett a sétatéren óvodások és kisiskolások mérték össze aszfaltrajz tudásukat. Kellemes napsütés, friss levegő, több száz mosolygós arc. Gyermekzsivajjal telt meg március 24-én Pécsett a sétatér az ovisoknak rendezett aszfaltrajzverseny előtt, amire 13 óvodából 220 apróság érkezett. Két korcsoportba hirdettük meg az aszfaltrajzversenyt, most délelőtt 10 órára az óvodás korosztályt várjuk, és délután 2-re pedig a kisiskolásokat. Nagyon örülök neki, hogy minden várakozásunkat felülmúlóan nagy számban jelentek meg az óvodák és a gyerekek, akiknek azt gondolom ez egy nagy élmény. A rajzoláson túl még apró ajándékokkal is kedveskedünk nekik, matricákkal, lufikkal, és haza is vihetik a krétájukat, úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon jó kedvűen és boldogan rajzolnak. Lázas munka kezdődött az óvónénik segítségével. Napocskák, tavak, folyók és hajók kezdtek sorakozni a sétatér aszfaltján. Sziasztok, ti mit rajzoltok? Egy tót, meg egy tavitündért, meg napot. Szoktatok az oviba is rajzolni? Igen. Hát olyanokat, hogy ilyen bájonikült, meg ilyesmit. Körbenéztél már, hogy ki mit rajzol? Hát így, annyira nem, csak akik körülöttem vannak. Tenger alatt járókat, meg ilyesmiket. Szoktatok az oviba is rajzolni? Aha, sokat. Sok ovisnál visszatérő téma volt a tenger, hiszen a családi nyaralások jó részének ez a célpontja. Szia, megzavarlak egy picit. Te mit rajzolsz? Én a horvát tengerpartot. És miért pont ezt rajzolod? Mert már ott jártunk. Ott már jártunk egyszer, de nagyon jó volt úszni a tengerbe. Úsztam benne, csak nagyon messze van. Bibióni. Aki egyénileg rajzolt, a saját ötletét, elképzelését vitte fel az aszfaltra, de előfordultak kisebb viták a közös munka hevében. Srácok, mi vitatkoztok most?
azon, hogy a Tamás itt most itt állandóan itt összekapcsolja ezeket a kis csöveket, aztán most ez itt rossz, mert akkor itt most a csövön szerinted így át tud látszani a víz, hogy így létezik ilyen üvegcső. És mit rajzoltatok most? Hát a pécsi vízműt, és akkor most a Tamás itt most azt csinálja, hogy itt most mindegyik csövet be akarja színezni, aztán úgy újból kezdhetjük egy kockából. Az óvodai foglalkozásokon hogy látja, mennyire érdeklődnek a rajzolás iránt a picik, mennyire lelkesek itt ma? Hát a mi óvodásaink, a Radnóti úti óvodások nagyon lelkesek, mivel mi egy vizuális programmal rendelkező óvoda vagyunk, ahol a művészeti nevelés keretén belül a rajzolással, a festéssel, a mintázással kapcsolatban nagyon sokat tudunk nyújtani a gyerekeknek, és ez meg is látszik remélem majd a munkájukon. Krétafoltos arcok, maszatos kezek jelezték, hogy valóban komoly küzdelem folyt. Megszületett a végeredmény, Pintér Dorottya a belvárosi óviból harmadik, Sallai Viktória a Radnótiból második, a versenygyőztese a Hajnóci utcai óviból Beke Viki lett. Aki kíváncsi az apró kezek munkáira, a sétatéren járva talán néhány napig még láthatja. Nemrég ülésezett a Zöld Parlament Szombathelyen. A konferencián a környezetvédő társadalmi szervezetek képviselői vettek részt. Pécsről a Misina Egyesület elnöke Farkas Tamás vezette az állatvédő szekciót, ahol több fontos döntés is született. A tanácskozáson mintegy 700 képviselő elsősorban az Európai Uniós környezetvédelmi normák teljesítéséről tárgyalt. A csatlakozás szempontjából hazánk talán etéren van a leghátrányosabb helyzetben, a felzárkózáshoz pedig nélkülözhetetlenné vált a civil szervezetek segítsége. Nagy örömünkkel szolgált, hogy nagyon nagy arányba vettek részt vidéki szervezetek ezen a tanácskozáson, hiszen a meghirdetéstől is az egyik alapelv az volt, hogy erősítsük a vidék szerepét is, nem a fővárossal szemben, hanem a főváros mellett természetesen. Sok kerületi civil képviselők megválasztásával különböző alapokba, elsősorban természetes környezetvédelmi alapcél előrendzetáról van szó, de nagyon élesen szóba került a mozgalom jövője, szóba került az is, hogy a civil érdekképviseletet mennyiben lehet összekapcsolni egy akár egy pénzosztó funkcióval. Nagyon sok ember részéről, sok képviselő részéről felmerült az igény, hogy válasszuk szét a kettőt. A kongresszus 30 szekciójából az állatvédelemmel foglalkozó csoportban 20 szervezet, 40 delegáltja volt jelen. Az itt született javaslatok hosszú távon meghatározhatják az állatvédelem jövőjét is. Az állásfoglalásnak hivatalból el kell jutni a kormányzathoz, és minden életéhez szervez. Mi éppen a végrehajtási rendeletet kibocsátó, illetve megalkotó négy minisztériumnak, a pénzügyminisztériumnak és a miniszterelnöknek címeztük ezt az állásfoglalást. Ezen kívül nagyon nagy jelentőségének tartom, hogy születőfélben van egy etikai kódex, az állatvédelem etikai kódexe, ami azért nagyon fontos, mert egy olyan szervezeti, szerkezeti alapot jelenthet, ami jóval hatékonyabbá teheti egyrészt az állatvédelem érdekében, másrészt pedig azért is nagyon fontos, mert egységessé is teheti az állatvédelmet jó értelemben, tehát megmaradhat az állatvédelem sokszínűsége, viszont egy keretet adhat, aminek keretén belül dolgozhatunk. A Magyar Állatotthonok Országos Szövetsége által megalkotott tervezet március 30-án kerül a hazánkban működő másik két állatvédő szervezet elé, hogy egyetértés esetén egységes állásfoglalásként legyen beterjeszthető. A valaha világszerte oly sok áldozatot szedő népbetegség a TBC napjainkban már messze nem számít olyan retteget kórnak, mint akár 100 vagy 200 éve. Teljesen visszaszorítani azonban nem sikerült, a fejlődő országokban, illetve a szegényebb, elesettebb rétegek körében ma is szedi áldozatait. Erre emlékezünk a mai napon a TBC világnapján. A gümőkór, vagyis a tuberkulózis története összekapcsolódik az emberiség történetével. Már az ókori Egyiptomban is ismert volt a betegség, amelynek terjedése először az ipari forradalom idején kapott új lendületet. A levegőtlen kis helyekre bezárt munkások között aratott a TBC, amelynek nem csak tüdő, hanem egyéb szervspecifikus változatai is kialakultak. A háborúk idején fellángoló TBC járványok megfékezésének első lépése a 19. század végén a kórokozó felfedezése volt, ám Robert Koch felismerése után hiába találták fel rögvest a diagnózis alapjául szolgáló röntgen sugarakat, a hatékony védőoltásra és a gyógyszerek kifejlesztésére még csaknem egy fél évszázadot kellett várni.
gyönyörűen, ugrásszerűen csökkent az incidencia, amikor bevezették a TB-szeres gyógyszereket. A 90-es évek elején volt egy fellángolás, amit részben az akkori életszínvonal romlással, a déli háborúval, nagyon sok ilyen külső tényezővel magyaráztunk. Mostanra már ez az incidencia emelkedés, tehát az új esetek felismerésének a száma megtorpant, és egy ilyen viszonylag magasabb szinten állunk. A gümőkor továbbra is inkább a szegények betegsége. A rossz körülmények között egészségtelenül élők a leginkább veszélyeztetettek, de mivel cseppfertőzéssel terjedő betegségről van szó, a szegények betegsége könnyen a társadalom bajává válhat. Éppen ezért fontos az, hogy amennyire csak lehetséges, megelőzzük a betegséget. Ezt a dohányzásmentes és egészséges életmód mellett a tüdőszűréseken való részvétel teszi lehetővé. A tüdőszűrési vizsgálatok két nagy betegség irányában mennek. Az egyik a daganatos betegségek, a másik a tuberkulózis. A daganatos betegség az egyén szempontjából fontos, mert ha korán felfedezzük, meggyógyul, a tuberkulózis pedig a társadalom szempontjából fontos, mert ha hamar kiemeljük, akkor kevesebb ember fertőz, és ő maga is hamarabb meggyógyul, ha egy kevésbé kiterjedt korforma idején kerül felismerésre. A köhögéssel, véres köpettel és fulladás a járó TBC ma már szerencsére gyógyítható, ám jobb megelőzni a bajt. Baranyában éppen ezért minden 30 év feletti állampolgárnak évente egyszer kötelező tüdőszűrésen részt vennie, de ez a kötelezettség egyben jog is. Fél évente mindenki jogosult a szűrésen megjelenni és esetleges panaszait kivizsgáltatni. Ülésezett ma a közgyűlés gazdasági tulajdonos és vállalkozási bizottsága. A testület tárgyalt egyebek mellett az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. Erről, valamint az elmúlt 24 óra további eseményeiről rövid hírösszefoglalón következik. A Város Gazdasági Tulajdonosi és a Vállalkozási Bizottsága 18 napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén. A testület elsőként az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását vette számba. Eszerint az adóbevételek további csökkentését tervezi az önkormányzat, ami ösztönözni a kormány illetékességi területén a beruházásokat, és így a foglalkoztatottak létszámának növekedésére is hatna. A testület áttekintette még a Pécsi Ipari Vásár Kft. Támogatási igényét is. A cég a sorban a 24. Expo megrendezésére készül, ahol 10 testvér és 5 partnerváros bemutatkozására nyílna lehetőség. Ehhez a PIF Kft. A bizottság anyagi támogatását kérte. A testület soros ülésén tárgyal többek között a FEMA-tól északra eső terület hasznosításáról, valamint a Pécsi Magasházra vonatkozó szerződés módosításáról is. Új tendenciák a német nemzetiségi oktatásban címmel szervezett előadást a Baranya megyei Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Intézete a Lénau házban. Kerner Anna, a Nemzeti és Etnikai Oktatási Főosztály vezetője elsősorban arra hívta fel a pedagógusok figyelmét, hogy az új tervezet szerint az oktatásban a lexikális tudás helyett a készségfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, és várhatóan csökken a heti kötelező óraszám is. A nemzetiségi oktatás esetében átlagosan heti 5 nyelvóra plusz népismeret várható, és tovább erősítik a kommunikatív nyelvtudást. Változás várható a tankönyvek és taneszközök terén is. Az itt kidolgozott koncepciót a kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetve dolgozták ki. A nemzetiségi pedagógus képzést is tovább fejlesztik, erre mintegy 150 millió forint áll rendelkezésre, melyre a kisebbségi tanszékek pályázhatnak majd. A Nyugdíjasok Népfőiskolája program 1998-ban indult el, akkor még az idősödő emberek egészségügyi problémáinak megvitatása, megismerése volt a cél. Az ezt követő években kissé változott a tárgyalt témák sora, szó esett a millenniumról, valamint aktuális napi politikai kérdésekről. Idén, február 3-án vette kezdetét az előadássorozat a Mi 20. és 21. századunk címmel. Március 24-én a házi betegápolás, önellátás, mások ápolása volt a téma. Akadnak, akik szinte minden évben, minden egyes előadáson részt vesznek, a mostani beszámolón talán a téma aktualitása miatt is igen nagy volt az érdeklődés.
Műsorunk végén egy rendőrségi hír. 3 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök Pécsett. Egy névtelen lakossági bejelentés alapján a kommandó házkutatást tartott egy kertvárosi garázsban, ahol 700 g marihuánát és 400 g hasis gyantát találtak. A lefoglalt kábítószert egy szakértő azonnal megvizsgálta. A gyanúsított társát egy közelben parkoló autóban fogták el a nyomozók. A szálak további három személyhez vezettek, akiket a rendőrök előállítottak, majd a házkutatást követően őket szabadon engedték, de egy szerb férfit előzetes letartóztatásba helyeztek. Ennyi fért hírműsorunkba pont ma. Internetes honlapunkon további részleteket találhatnak a most látott témákról, észrevételeiket pedig telefonon vagy akár SMS-ben is megtehetik. Elérhetőségeinket a képernyőn látják. Hírekkel továbbra is óránként jelentkezünk a hírek hátterével, a pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben. Várom Önöket. Minden jót, a viszontlátásra!